Jó estét, sziasztok! Én Vas Zsuzsanna vagyok, és ez itt a műsor. Ez a Tamás Járon Színház beszélgetés sorozata, amivel szeretnénk a társulatunk színészeit egy kicsit közelebb hozni a nézőkhöz. És hogy kik azok, akik a legszebb és a legrosszabb pillanatában is látják a színészt, a színfalak mögött izgulni, az öltözőben sírni, vagy dühöngni, vagy extatikusan rohangálni a folyosón, ezek a saját munkatársai. Ezért úgy döntöttünk, hogy egymást fogjuk körbe kérdezni, hát ha sikerül kevésbé ismert oldalunkra is egy kis fény deríteni. Én leszek a ma este házigazdája, de nem egyedül, mert a beszélgetéseinket végigkíséri a Tesztoszteron zenei alapulat. Az első meghívottam két gyerek édesanyja, otthoni kerti sütések odaadó házigazdája és állandó kávézótársam, Szalma Hajnalka. Szia, Hajnesz! Hali! Bár itt bejelentettem, hogy mi nagyon sokat szoktunk így kávézni, de nem szokott ennyi ember lenni ott, úgyhogy azért van egy kicsi izgalom mindkettőnk, úgyhogy azt javaslom, hogy kezdjük egy tévézéssel. Jó. Nézzünk meg egy videót rólad. Szalma Hajnalka. Hajnesz. És belépett a Slobodzsának Ilja a Proféta című darabjába, és miután Hilda nagyon jó volt, ő onnan dobbant, ahol Hilda abba hagyta. Küszködött. Ezt a küzdelmet szerettem én. Az volt az érzésem, hogy tudja, hogy marad benne. Tehát, hogy ő jobban tudná ezt a szerepet megcsinálni, mint amennyire neki végül is sikerült. Az a küzdelem, amit ő ott, amit én végignézhettem, az nagyon imponált nekem. Rejtélyes. De van benne, Hajniban van valami rejtélyes. Nem, valami nem egyértelmű. De legalábbis velem szemben. Hajneszt sokra tartom én is. Őt is sokra tartom. Hajneszt is sokra tartom. Hajnesz megtalálta a helyét itt, és hát nagyon szép dolgokat csinált. Érdekes, hogy Levente erről a rejtélyességedről, titokzatosságodról beszél, amit tényleg látunk a színpadon sokszor, vagyis hogy azért megtaláltak téged ezek a női szerepek, vagy szoktátok is mondani, hogy egyik évben te voltál az ügyeletes grófnő, vagy... Igen, utána az ügyeletes prostituált. Vagy, igen. Ez így mennyire jellemző neked a hétköznapjaidra, hogy mondjuk egy átlagos napodon mennyire látunk téged ilyen titokzatos hókirálynőnek, mint itt a Igen, ez a titokzatosság szerintem nem vagyok annyira titokzatos, szerintem abból jön sok embernek, hogy ilyen visszahúzódó típus vagyok, vagy például ilyen közösségbe, vagy inkább szemlélődök, vagy nem hangoztatom egyből a véleményemet, azt azért megszoktam, hogy jobb, ha nem szólok meg, mert elég impulzív tudok lenni, hogyha egyből kijön a véleményem, és akkor szerintem ez ennyi a titokzatosság, hogy úgy inkább úgy megtartok magamnak dolgokat, bocsánat. Tehát az, amikor a színpadra ki kell menni, és megvan írva a szöveg, és már lepróbáltam, és tudom, hogy az egy karakter, az nem én vagyok, az könnyen megy. Viszont az, hogy én a saját világomat kitegyem a nagyvilágba, az nekem elég nehezen megy még, de dolgozom rajta.
Én úgy ismerlek téged a természetes élőhelyeden, hogyha lehet ezt mondani, hogy erről tudsz-e mesélni egy kicsit, hogy mondjuk nálatok, hogy néz ki egy nap, vagy... Hát ugye két gyerekes anyuka vagyok, ezt elmondtad. Van egy 9 éves kisfiam és egy 7 éves kislányom, és nekem a hétköznapjaim azok eléggé erről szólnak. Ja, és egy kutyánk is van, tehát reggel arra ébredek, hogy a kutya döfköd az órával, reggel elég korán, én egy nehezen kelő típus vagyok, de a napfelkeltéket azért általában megnézem így a kutyával, és akkor vagy visszafekszem, vagy nem, de hát a gyerekek, reggeli öltözés, online suli most jelenleg, elrendezni őket, akkor van-e főzve, van-e mosni, mosogatni, tehát ezek a totál ilyen a hagymaszagú, meg a, nem tudom, ilyen pongyolás, szürke hétköznapok. Ezek a rutin, a napi rutinjaim. És igazából most van ebbe is egy fordulópont, úgy érzem, hogy most már akkorák a gyerekek, hogy ugye ez a 7 év otthon, ez már lejárt mind a kettővel, tehát az alapköveket lefektettük. És most van megint egy ilyen fordulópont, hogy elkezdhetek foglalkozni magammal újra, azt érzem, vagy legalábbis ez az igényem, mert ez azért 10 éve úgy elég visszafogódott, vagy nem is tudom, hogy fogalmazzak. Igen, és hogy a saját vágyaim, vagy saját... saját magam úgy egy picit azt érzem háttérbe szorult, vagyis legalábbis most ennek az igénye lépett fel nálam, hogy picit elkezdjek tényleg többet foglalkozni. De hát ezek ilyen apróságok, hogy többet olvasni, vagy többet eljárni kiállításokra, színházba, moziba, amit tudom én, egy picit visszatérni a kulturális életbe, vagy közegbe, vagy többet szocializálódni akár. Igen. Mi az ide vezető út, vagy nem? Tehát, hogy könnyű kamasz voltál például, vagy hogy mi volt előtt? Fú. jó helyet. Igen, nem is tudom, erről még beszéltem-e már. Igen, nekem ott kezdődött, hogy 14 évesen elkerültem otthonról. Én szovátai vagyok, és a középiskolát Marosvásárhelyen végeztem, és elkerültem 14 évesen egy bentlakásban. És én akkor, ugye, akkor voltam ilyen kamasz, akkor kezdődött nálam a lázadás, és hát rögtön elég rosszul kezdődött, mert az addig jól nevelt kislányból én elkezdtem inni, cigarettázni, nagyokat bulizni, lógni a suliból, hogy többet nem mondjak, tudod? Jaj, tehát, hogy elég problémás gyerek lettem el odáig, hogy amikor már megbuktam néhány tantárgyból, akkor elszöktem otthonról például, rendőrséggel kerestettek, de még ennél keményebb dolgok is voltak, tehát öngyilkossági kísérleteim is voltak, vagy nem is tudom, erről kell-e beszélni, vagy nem tudom. Tehát igen, problémás gyerek voltam, akkor ez a gyerek, és akkor utána meg az ifjúságom is valahogy ezt még tovább tudta fokozni, tehát elég bohém életet éltem, vagy nagyon szabad akartam lenni, tudod, vagy bármit megtehetek, azt éreztem, és elég sok mindent meg is tettem, amiről azt gondoltam, hogy pillanatnyilag jó ötletnek tűnik. És akkor aztán egyszer csak ott jött a váltás, hogy ebből így csömöröm lett, azt éreztem, hogy ez így nem jó, nem jó, nagyon egyedül vagyok, nagyon magányos vagyok, nagyon nem jó az életem, sem erre, sem egy nem tudok mit kezdeni magammal. És naplót vezettem, ez nagyon, ezt el kell mondjam, és a naplómban egyszer csak azt írtam le, hogy Istenem, csak lenne egy társ, vagy jönne egy társ, és ez az utolsó mondatom, azóta nem írtam naplót, mert következő héten megismertem a jelenlegi férjemet, nem. Akivel aztán nem engedtük el egymást azóta sem. De ez az utolsó mondatom a napról, hogy bárcsak jönne valaki, akivel tényleg tudok együtt, mert ez így most már nagyon gáz, ez az élet. Ugye neked a férjed is munkatársunk, most remélem haragszik meg, hogy szóba hozom, itt ül ő is a szedben, a mosító. Hogy ez nektek egy pozitív dolog, vagy mennyiben nehézség? Hát is, mert a kettőnk kapcsolatában pozitív mindenképp, tehát tudjuk, hogy tehát nagyon sok mindent meg tudunk beszélni, viszont abból pont a gyerekek szempontjából elég nehéz. Nem vagyunk egy ilyen normális vagy hagyományos család, vagy nem tudom, hogy tehát az, amikor ugye az ember normális családokba hazamennek a szülők délután 4-kor, és akkor együtt töltik a délutánt, az estét. Nálunk meg az van, hogy rohanunk vissza este 6-ra vagy 7-re előadáspróba.
ezért kicsit nehéz, vagy nehezebb volt mostanig. Most már mondom, akkorák a gyerekek, hogy már ebbe beleszoktak, vagy el vannak akár magukra. De akkor nem merülnek fel ilyenek, hogy nem tudom most a... Vagy nem is tudom elképzelni, csak hogy mit tudom, az egyiknek most egy nehéz feladata van, és a másik nem annyira, hogy nincsenek ilyen. Vannak ilyenek, hogy az mondjuk, hogy én mondom, hogy igen, de ott mit csináljuk, vagy láttad azt a jelenetet, és akkor szerinted az, hogy hát nem láttam ember, mert azon dolgoztam, hogy a hang kijöjjön, tudod, és akkor így. Na, de igen, szerintem ez vagány, hogy egy helyen dolgozunk, hogy én legalábbis élvezem, hogy tudjuk támogatni egymást ebben. Van egy ilyen jelenség, amikor úgy még nem tartott a dolog, hogy most megmondjuk a rendezőnek vagy a kollégának valami, de akkor bent az öltözőbe így, hát úgy hívjuk mi ezt, hogy zsumogás. Hogy ez szerint... Ez nem jó a zsumogás egyébként, én tudom. Van egy olyan bennem, hogy nagyon erősen, amikor elkezdünk egy munkát, akkor nagyon erősen elképzelem az ideális képet arról, ahova ez el tud jutni. És afelé tartok gőzerővel, ez szerintem ez, amit Levente is mond, hogy ez a küzdelem. És én nagyon erősen látom, hogy ez hogy lesz jó, és akkor abban megyek így, és egyszer csak felébredek, hogy várjál, mert az egész az meg nem ott tart, vagy nem arra fele megyünk, és akkor ott abban a pillanatban nem biztos, hogy belátom, hogy az nem baj, hogy nem arra fele tartunk, ahol én akarok menni. Tudod, van egy... Most amellett, hogy neked mesélted, hogy mindenféle ilyen dolog, ilyen küzdelem, hogy azért van egy ilyen öniróniád, vagy egy ilyen, nem tudom, egy ilyen kemény magaddal szembeni, vagy nem tudom. Hát sokat foglalkozom magam, én nagyon sokáig nem tudtam meghatározni magam, és elég keményen önismereti, nem tudom, miket próbálok. Tehát, hogy vizsgálgatom magam, vagy... Igen, igen. Látom a hibáimat, vagy dolgozok rajta. De a pozitívokat is? Pozitívokat érdekes módon nem. Tehát nagyon-nagyon szükségem van. Vizsgálatba valahol az Igen, de az mindig kell olyan bátorítás, vagy visszajelzés. Kívülről. Igen. Egyke voltam, ez nagyon fontos szerintem az én szempontomból. Az egykeséghez tartozik még az is, hogy nem feltétlenül van jó önértékelésem, vagy volt sokáig, most már ezen is dolgozom, hogy tudni, nem igazán volt viszonyítási alapom kihez, mihez, vagy édesanyám sokat dicsért, és akkor sokáig azt hittem, hogy milyen fantasztikus vagyok, vagy milyen különleges vagyok, és igazából nem vagyok különlegesebb, mint bárki más, vagy nem tudom. Igen, itt a Levente ezt is mondja a videóban, hogy úgy látja, hogy így megtaláltad a helyet, hogy igen. Hát igen, hát most már elég régi vagyok. Mióta vagy? Hát 12 éve. Olyan érdekes, hogy te amikor színpadon vagy, akkor van egy fajta erő benned, ami... akár néha ilyen erőszakosság is tud lenni, vagy nem tudom, amíg így keresem, nem tudom. És egy mellette viszont egy ilyen érzékenység, hogy van ebben tudatossága, hogy mondjuk munkád során ezt használod-e valahogy. Hát mindjárt rátérek arra, hogy színpadon, de emberileg van bennem egy ilyen, a két szélsőség, tehát ugyanúgy a törékenység is ez az erőszakosság, és én nagyon sokat dolgoztam azon, hogy ez a kettő ne legyen nagyon szélsőséges, tehát ezt egy picit egyensúlyba hozni valahogy, ne billenjek el túlságosan egyik irányba sem. Hogy a színpadon, hát nyilván, persze, szeretem használni, és szeretek ellenpontozni, vagy igen, azt hiszem, hogy szeretem megmutatni mind a kettőt, mind a két oldalát. Nem tudom, mit mondjak még erről. Hát ez igen, ennyi, lehet, ennyi. Hogy ez ennyi. Ez ennyi. Amíg az jutott eszembe, hogy a nyáron, még ez a karantén alatt ünnepeltük a szülinapodat, most nem mondom el a kamerák előtt, hogy mennyi, de hogy egy kerek, ugye egy szép szám, és hogy neked ez hozott-e valami fordulópontot, vagy így az életbe vagy, hogy van-e egy fejezet, hogy lesz, igen? Igen. Hát 40 lettem. És hát már előtte, mielőtt betöltöttem, már előtte hónapokkal elkezdődött egy ilyen számvetés, vagy számadás,
És hú, volt egy mély pontom is. Volt egy mély pontom is tényleg most itt eszembe. Hogy akkor hol tartok? Tudod, így eszembe jutottak a fiatalságom álomképei. Hogy az akkor ideális, az ideális életem. Végülis egyáltalán nem állt távol attól, csak... Ja, hogy is fogalmazzam meg ezt, Zsuzsko? Igen, hát az öregedés, olyan nehezen tudtam elfogadni, hogy öregszem, akkor mi van? Akkor most tényleg ennyi van, hogy ez van? És főleg ez karantén alatt történt, hogy akkor ugye a sok bizonytalanság meg a bezártság, hogy úgy leszűkült minden, az agyam is leszűkült. Hogy ennyi van, és egy kicsit ilyen szomorú lettem ettől, hogy ennyi van, hogy én még mennyi mindent akarok. Amíg rájöttem, hogy az életem közepén lehetek kb. Tehát, hogy eddig ennyi volt, és akkor most még lesz egy csomó minden, csak ki kell találjam, hogy miket szeretnék. És elindult ez a folyamat? El, hál' Istennek. Naplót írsz? Nem írok naplót, de csináltam egy ilyen múlt évi számadást és egy jövő évi tervet, amiben így megfogalmaztam már dolgokat, és egy abszolút, tehát hogy tavalyi évemnek kb. Az a címe, hogy egyensúly és öregedés, és a következő évemnek pedig azt szeretném, ha lenne a címe, hogy elegancia és fiatalodás, vagy nem tudom, újjászületés. Nagyon jó. Ezek a terveim. Hát én azt mondom, hogy akkor játszunk egy kicsit, itt van egy kis játékunk. Igen. Fel fogok tenni egymás után kérdéseket, nagyon gyorsan, és hogy ami így eszedbe jut, így egyből próbálj meg válaszolni. Jó. Ha semmi nem jut eszedbe, az is egy válasz. Jó. Igen. Jó. Kit játszanál szívesebben, egy pozitív hőst, vagy egy gonosz boszorkát? Gyorsan. Egy gonosz boszorkát. Komédia vagy tragédia? Tragédia. Sminkel vagy smink nélkül? És is. Kimész előadásról, ha nem tetszik? Igen. Picasso vagy Dali? Dali. Bungee jumping, leugranál? Abszolút. Igen. Mi a legnagyobb félelmed? Hát nem tudom. Nem tudom, tényleg. De annyira jó kérdés, pedig csak... Félni vagy megijedni? Megijedni. Orgazmus vagy katarzis? Katarzis. Hagytál-e partner cserben a színpadon? Mit próbálnál ki, amit még soha? Szeretnék egy tetkót, az idei tervem. Ez az. És mi volt az első kérdés? Nem tudom. Jó. Mondok pár szót, mi jut eszedbe róla. Jó. Hős. Szén, becsület, kobolt. A legutóbbi előadásunk. Mesztelen. Akt, nem tudom. Rendező. Bocsánat. Mese. Frédike. Zsuzsko. Kávé. Szalma hajnalka. Fény. Wow. Köszi szépen. Wow, én köszi. Ezzel is meglepődtél. Igen, ez nagyon... Köszi szépen, nagyon, hogy itt voltál. Én is köszönöm. Sziasztok! A következő vendégem szintén szülő már. Szerintem egy nagyon különleges jelenség a színpadon, egy megkerülhetetlen vitapartner,
és az egyetlen ember, akit én úgy láttam bulin tombolni, mint egy tinédzser, mindenféle alkohol nélkül. Derzsi Dezső. Szia, Dezső. Szia. Kicsit olyan, mintha meglepődtél volna azon, amit mondtam. Te lehet, te már nem emléksz. Jaj, nem, hanem vagy szerintem az ember meglepődik akkor, amikor úgy általában mondanak róla valamit, vagy én legalábbis meglepődök. Nem gyakran van erre így lehetőségem ezeket így visszahallani. Hát ami a bulit illeti, az természetes, az valahogy mindig is, amikor még ez így az életem része volt, akkor ez valahogy így volt természetes. Nem feltétlenül volt szükségem semmiféle fajta ajzószerre ahhoz, hogy eljussak bizonyos állapotokba, és ennek így nagyon örülök. Most akkor szerintem nézzünk meg rólad egy videót, hát ha jó. Levente is meg tud lepni. Lássuk. Derzsi Dezső. Ő az akadémia után elment Magyarországra, és ott olyan környezetbe került, ahol egy egészen sajátos szellemiségű dologgal találkozott, és azt hozta el ide, ami a szakma iránti komolyságot is, és odaadást tartalmazta, hogy úgy mondjam, és ez nagyon-nagyon-nagyon tetszett nekem. Olyan jó ízőeket vitázni, mint vele, nem sok ember tudnék megnevezni. Az érvei álltak a lábukon, és figyelni tudott, szemmel láthatóan meghallgatta a másik érveit, és abból kiindulva, megpróbálva megkeresni az ellentmondást, így fejlődött a vita. Derzsi Dezső egy komoly ember, és egy nagyon jó színész lesz szerintem. Hát bosszantó, hogy három felvonáson keresztül kibírja a mozdulatlan állást. Ez egy átlagos nap otthon nálatok, vagy ezek egy gyerekszínészek voltak, akiket láttunk? Ezek színész gyerekei voltak. Lehet azt mondani, hogy egy átlagos nap, igen. Elég impulzív mind a két gyerek. Volt van a nőkőjék. Hát az anyukat se kell elfelejteni, azért ő is megéri a pénzét. Hát emleget Levente itt a film elején egy ilyen budapesti kitérőt. Arról mesélsz egy kicsit, hogy az neked hogy jött az életedbe, mit jelentett? Hát mit ugye, tehát ugye az osztályjal többek között Zsolttal, Perkucigóval együtt végeztünk, és mi abban a szerencsétlen helyzetben, vagy hát ezt nem lehet. Tehát, hogy 2008-ban volt a világválság, ugye ez a gazdasági világválság, és akkor 2010-ben voltak ilyen megszorítások, hogy ha jól tudom, közalkalmazottként nem tudnak fölvenni senkit, ezért konkrétan nem kaphattunk innen Erdélyből ajánlatot. És hát egy nagyon érdekes történet, az egyik osztálytársunk írt levelet a Koma társulatnak, többek között Magyarországra is, és eljöttek a komások megnézni egy előadást, és az előadás után Zsoltot meg engem elhívtak a Komába játszani. Aminek én akkor nagyon örültem, mert engem nagyon érdekelt a független létezés, nagyon keveset tudtam róla, viszont nagyon vonzónak találtam. Ehhez hozzátartozik az, hogy én 2007-ben részt vettem egy Schilling Árpád által szervezett táborban, ami gyakorlatilag hosszú-hosszú évekig meghatározta a színházról való gondolkodásmódomat. De aztán elég hamar kiderült számomra, hogy én nem egészen azt szeretném csinálni, amit ott a Koma csinált. Mm. Én meg szeretném tanulni a szakmát, és ahhoz viszont
nem elég ott lenni a komában. Sajnos. Ott sokkal inkább a színház eszközeit használtuk arra, hogy szociális, társadalmi kérdéseket boncolgassunk, amit én rendkívül hasznosnak és fontosnak tartok a mai napig, és azt gondolom, hogy ez kőszínházaknak is megkerülhetetlen feladata. De ugyanakkor én azt éreztem, hogy nagyon fontos az, hogy én egyelőre így a pálya elején szakmát tanuljak. És ezt pedig olyan helyen lehet megtanulni, ahol vannak emberek, akiktől ezt meg lehet tanulni. Ott is voltak nagyon izgalmas emberek, és nagyon izgalmas találkozások, és nagyon-nagyon sokat tanultam. De közben jött egy lehetőség innen Szentgyörgyről, amit úgy éreztem, hogy nem lehet visszautasítani. És akkor... Hát már ide hajlik a történet. Egy másik helyszín kapcsán eszembe jutott rólad egy történet, hogy amikor én az első, egyik első alkalom, amikor láttalak téged játszani, az a Tein Teátrumnak az egyik előadása volt, ami az alkoholról szól. Úgyhogy zajlott az előadás, úgy feltűnt, hogy most valószínű az lehet a koncept, hogy te elmesélsz egy történetet, de már néhány pálinka után volt, és az történt, hogy körülbelül 8 sztorit meséltél el, és mindegyik úgy kezdődött, hogy tudjátok, én Blaicai vagyok. Jól érzem, hogy neked az is egy elég meghatározó hely. Hát igen, az... Hát hál' Istennek is sajnos egy megkerülhetetlen. Hát így egyben, hál' Istennek is sajnos is egy megkerülhetetlen része az életemnek. Hogyha ha én nem oda születek, és nem történik meg mindaz, ami ott megtörtént, akkor én valószínűleg most nem ülök itt. És ezért rettenetesen hálás vagyok, hogy oda születtem. De hogyha mondjuk pár évvel ezelőtt kérdezel erről, akkor ezt a hálát még nem tudom így megfogalmazni. Egy nagyon erős akarat és dac volt bennem azzal a helyjel szemben, és hogy elváljak attól a helytől. Én abban a pillanatban, hogy megtehettem azt a lépést, hogy én elhagyhatom azt a várost, úgy meg is tettem. Sajnos elkövettem rengeteg olyan hibát ezzel a lépéssel együtt, hogy elvágtam minden egyes olyan szálat, amik az elmúlt időszakban nagyon erősen elkezdtek hiányozni. Sok minden rossz mellett fantasztikus élményeim vannak, hogyha őszinte akarok lenni. Olyan élmények, amik unikumok, azt gondolom. Próbálnék kicsikarni egy kis anekdotát, de gondolom túl. Ezek ilyen bajkeverések voltak? Volt ott minden. Volt ott minden. Hát például 3 évig 8-as magaviseletem volt az iskolában, mert nem jártam iskolába, konkrétan. Tehát azokra az órákra jártam be, amik érdekeltek. És helyette csináltunk minden egyéb más dolgot. Vagy például a hatalmas bulik, amikor én középiskolás voltam, akkor Szentegyháza volt az egyik ilyen bulicentrum. És azt képzeld el, van ez a város, 6500 lakos, 7000, és van 3 diszkó. 3 diszkó, péntek, szombat, vasárnap, és ami a csövön kifér. És most ezt nem az alkoholizálás, hanem a buli. Tehát az, hogy konkrétan a buli, a csajok, a társaság, a közösség, az, hogy érted, tehát ez a pesgés, ezt nem lehet, amikor megszólal a Brooklyn Bounce, érted, és a freestyler, vagy érted, hogy ezek egy olyan életérzés ebben a kicsi városban, a nagyvilágból egyszer csak valahogy oda sűrűsödik Amerika, valahogy oda sűrűsödik valami nyitottság, valami... És ugyanakkor ennek megvan a maga vicce, a maga iróniája, ahogyan ez lecsapódik egy ilyen kisvárosban, érted? Tehát, hogy fantasztikus élmények. Tényleg. A breakdance, hogy ez egy státusz, hogy tudjál breakelni például, és hogy ugyanakkor egy unikum, mert hogy ezt nem tudja akárki csinálni, de viszont mi ezt csináltuk. Igen, hát ezt gyakoroltuk.
Például a kollégiumban, ott az iskolában, ahol én jártam, a Gábor Áron szakközépiskolában, ott nagyon sok keresztúrról érkezett gyerekotthonos srác volt. És ők például nagyon durván brékeltek. És mi feljártuk a kollégiumban ezekhez a gyerekotthonosokhoz, és tőlük tanultunk brékelni. Az egyik ilyen karbantartó srác, aki egyébként DJ volt, Jongi, úgy hívták. Jong. Igen, ez volt a művész neve. Ő volt az egyik ilyen alapember így a buliknál, és tőle kaptuk a számokat. Vittük a kazettákat, és akkor ő nekünk másolt kazettákat. Ez még emlékszem, hogy tehát ez már így az 5-8-as évek. Ment. Igen, és tehát nekem a tánc az egy, az a buli az mindig egy alap dolog volt, tehát az nem is. Ez most is igaz rá, hogy én nagyon jól mozog, tehát hogy valahol, most nem dicsérek, de hogy én nem tudtam például ezt a break vonalat, hogy azért ez így korán elkezdődött. Nem? Igen. Na most, hogy neked van egy ilyen, azért egy fizikumod, meg így arra gondoltam, hogy az például az, hogy ezt felhasználják, az mennyiben? Vagy ugye ez neked jó, vagy volt-e ezzel negatív élményed, hogy mondjuk magas vagy szőke, vagy kékszemű, hogy ezért... Skatujat kérdezel? Igen, volt ezzel negatív élményem. Az az igazság, hogy engem soha nem is foglalkoztattak az angyal figurák. Valószínűleg azért, mert megéltem magamban ezeket a dolgokat. Tehát, hogy én nagyon sok ilyen, hogy mondjam, mély, de plátói szerelmet éltem meg. És azt érzem, hogy ezek úgy valahogy kiégtek belőlem, ezek a dolgok. Én úgy ismerlek, akinek azért határozott elképzelésein vannak dolgokról, vagy éppenséggel. Inkább úgy mondanám, hogy határozott elképzeléseim voltak dolgokról. Azt akartam megkérdezni, ez akadályozott téged például abba, hogy el tud fogadni mondjuk egy rendezőnek a koncepcióját, vagy hogyha valami olyat akarsz, amiben te nem értesz egyet. Hát szerintem úgy vagyok vele, mint minden színész, hogy inkább érzem azt, hogy valami működik-e, vagy nem működik. Ha nem tudok elfogadni valamit, akkor vadállat is tudok lenni, tehát tudok borzasztóan cinikus lenni, meg irónikus lenni. Attól is függ, hogy annak annak az alkotóközösségnek, amiben ez éppen megtörténik, milyen az összetétele, hogy például a rendezőhöz való viszony milyen. Mert mondjuk, ha egy számomra izgalmas és egy kedves rendezővel dolgozok, és azt érzem, hogy akkor vele leülök és beszélgetek. De van, aki ezt nem tudja elfogadni. Próbálok jelen lenni. Mm. Próbálok jelen lenni ott, ahol éppen jelen kell lenni. És például egy rendező esetében megérteni azt, vagy legalábbis elhinni azt, hogy ő azért van ott, mert ő is azt akarja, hogy az egész és azon belül én is jobb legyek. Ez lehet, hogy egy naív gondolat, de hogy az életre is próbálok így gondolni, hogy semmi sem történik véletlenül, és minden valahogy azért történik, hogy a végcél fele toljon. Ha van ilyen, hogy... Én hiszek benne, hogy van. Hiszem abban, hogy nem véletlenül vagyunk itt, és nem véletlenül vagyunk, mármint, hogy a Földön is nem véletlenül vagyok konkrétan itt, ezen a helyen. Még akkor is, hogyha nagyon sokszor nehezen tudom elfogadni. Van ilyen elvágyódásod van. Egyébként? Van, elég gyakran van. Valami miatt nagyon vonz Amerika. Főleg gyerekként nagyon vonzott Amerika. Azért nagyon-nagyon rendesen kaptuk mi ezt a dolgot kívülről. Emlékszem, hogy az, amikor megjelent az első VHS Szentegyházán, vagy amikor édesapám hozta az első VHS-t Magyarországról, és hogy ez egy mekkora esemény volt, és néztük a Bud Spencer filmeket például, és kíváncsi vagyok, de mindig valahogy úgy érkezik a kör mindig vissza, hogy mégis, hogyha össze kell hasonlítsam azt, hogy itt élni, mondjuk azokkal a nehézségekkel és problémákkal együtt, amik mondjuk vannak az életemben, abban a csendes faluban, ahol élek, mondjuk összehasonlítani jelen pillanatban ezt a helyzetet mondjuk egy olyan embernek a helyzetével, aki mondjuk egy nagyvárosban, mondjuk Budapesten, vagy akár Bécsben kell éljen, lehet, hogy akkor most egy kicsit jobb helyzetben vagyok, mint én. Hát, ha nem színház, akkor mi, Dezső?
Az a baj velem, hogy én, tehát az egyik nagy problémám az az, hogy maximalista vagyok. Tehát szeretek, tehát, hogy ha valamit csinálok, abban a legjobb szeretnék lenni mindig. És ez egy hatalmas teher. Ez egy hatalmas teher, és ezzel nem nagyon tud az ember mit kezdeni. Az utóbbi időben pár éve kezd ez eltűnni az életemből. Ezért nagyon nehéz valami másba is belefogni. Mert azt se tudnám úgy csinálni, hogy ne érezzem azt a kényszert, hogy én ebben a legjobb kéne legyek. És nagyon nehéz szembesülni azzal, de nagyon hasznos szembesülni azzal, hogy az embernél mindig vannak jobbak, és mindig lesznek jobbak, és nagyon fontos kinyitni magadat, mert rengeteget lehet tanulni. Úgyhogy inkább azt mondom, hogy színház is minden. Ez az, köszi. Szívesen. Egy gyorsat még a végére játszunk, egy torpedóhoz. Kora reggel vagy késő este? Kora reggel. Pozitív hőst vagy gonoszt játszanál inkább? Gonoszt. Kimész előadásról, ha nem tetszik? Régen kimentem. Picasso vagy Dali? Mindkettő. Bach vagy Chopin? Mindkettő. Bungee jumpingról leugranál? Sima. Mi a legnagyobb félelmed? Önmagam. Orgazmus vagy katarzis? Hát egy katartikus orgazmus. Mit próbálnál ki, amit még soha? Nem tudom. Mi volt az első kérdés? Basszus. Nem tudom. Nem ez volt. Jó, néhány szó, és ami eszedbe jut volna. Mesztelen. Kiszolgáltatottság. Rendező. Akarat. Otthon. Meleg. Veszély. Izgalom. Van Zsuzsi. Hát a kiodzsai kislány. Wow. Dezsi Dezsű. Egy kicsit be kéne lezúlni. Köszi nagyon szépen, hogy itt voltál. Hát én is köszönöm szépen. Na, hello. Szia, Dezsi. A következő vendégem néha bohóc, néha nagy terheket cipel és gondterhelt, de bármit csinál is, egy biztos, soha nem áll meg félúton. Korodi Janka. Nem fogsz kérdezni semmit? Én vártam egy tessékét, bocsánat. Jaj, azt hittem, így van. Ne síts. Bocs. Szia, Janka. Szia. Izgulsz nagyon? Nagyon. Nem látszik rajtad, olyan jól nézel ki. De igen, de szerintem itt a szájomnál látszik, hogy így remeg. Ezért nem tudok nagyon mosogni, akkor még jobban. Na még jó, hát akkor legyünk komolyak, ez is oké. Ne legyünk komolyak. De szerintem nézzünk meg valamit. Azt hiszem, te se láttad, én se láttam nem még. Nem láttam. Na, lássuk, mi lesz ebből. Janka baba. Ellenmondásos a hozzávaló viszonyom. Magam sem tudom pontosan, hogy miért. De én egy nyitott ember vagyok, ő még nálam is talán, ha lehet, és mégis olyan hosszú ideig kerülgettük egymást, és még mai napig sem került sor arra, hogy egy jó ízűt beszélgettünk volna. Janka, most
alakuló színésznő. Jankából minden lehet, megint rajta múlik sok minden, hogy milyen lesz, de ami azt illeti, úgy látom, hogy Janka jó úton van. Jankának ez a szemtelen bátorsága, amivel hozzáfog és végigcsinálja a szerepeit. Nem mondhatom azt, hogy egészen biztos vagyok benne, hogy nem kell neki azért még sokat tennie, azért, hogy vigyázzon arra, hogy merre fele bontakozik ki a dolog. Ez jó lehet, jó. És amit itt Levente mond az elején rólad, hogy érzek benne egy ilyet, hogy egy picikét, mintha zavarba lenne, vagy hogy még nem volt lehetőségetek olyan nagyon találkozni, vagy így arra gondoltam, hogy ez lehet attól is, hogy itt azért még mindig te vagy a legfiatalabb a társulatban. Nagyon fiatalon kerültél úgy eleve így a színház közelbe. Erről tudsz-e mesélni egy kicsit? Osonóztam 2 évet. A krétakörnek volt egy előadása, és abba is beválogattak. Megvan egy konkrét pillanat, amikor eldöntöttem, hogy ez szeretnék lenni. 10 éves voltam, vagy nem tudom mennyi. Ott voltam falun, mamáiknál. Néztük a tévét, délután pihentünk, és a tévébe pont ment a Natalia Oreiro, van ez a szappanopera hősnő. Én is ezen nőttem. Igen, és néztük. És róla volt egy ilyen portrésorozatszerű filmecske, és akkor ott ültem az ágyba, emlékszem, vagy feküdtem, és akkor így ránéztem annyira, mit kell csinálni annak érdekében, hogy színész legyél, vagy mihez kell érteni, vagy mibe kell jó lenni, és akkor persze anyu ilyeneket mondott, vagyis jókat mondott, nehogy félreértse, hogy mit tudom, kell jól verset mondani, énekelni, jó, nem tudom. De tudom, hogy akkor így a fejembe vettem. Akkor így fejbe. Igen, és azt mondtam, hogy azért kell megjegyezzem ezt a napot, mert biztos majd így fogják kérdezni egy ilyen helyzetben, és akkor nekem legyen egy válaszom. Nem gondolkodtam igazából soha másba. Azt éreztem, hogy így ez kell legyek, de utána nem álltam rá erre az útra tudatosan. Mindig, amikor megkérdezték, vagy emlékszem suliba is, akkor mindig azt mondtam, hogy én színésznő akarok lenni. És amikor mentem felvételire, ott is kellett még opciókat írni, ugye, hogy hát a másodiknak, hogy hova mennél, vagy így, és így nem tudom, nem így, ne írjunk semmit, de nem az volt bennem, hogy engem tutira felvesznek, mert, de éreztem, hogy nekem ez az én utam, és olyan szempontból szerencsésnek érzem magam, hogy igazából soha se kellett nagyon megküzdjek ezekért az utakért, hanem lehetőségek előmbe jöttek, és ezekkel éltem, vagy kihasználtam, és akkor ez így építkezett egymásból. Volt egy hónapos tábor, szakmai tábor, ahova eljött Bocsárdi is, ott találkoztunk mi először, és akkor így 12-es, és akkor... Amúgy ilyen hangadó voltál így az osztályon belül, vagy egy ilyen energiabomba vagy, és akkor nem tudom elképzelni, hogy... Igen, tehát azért mindig ott voltam elő, abban a csapatban, akik szervezkedtek, vagy akik levezényelték a játékokat, vagy a programokat, igen, az én kezemben is volt a mikrofons, hangosan énekeltem, mondtam, nem tudom, tehát, hogy igen. Például a családban, ott mennyire vagy kíváncsi vagyok, hogy ott mi a felállás, hogy egyből ez jött munkamester, vagy? Szerintem igen, vagy azt érzem, hogy én hozom be ugye a humort, vagy azt, hogy így kacagunk, nevetünk, vagy a hülyeségeket. Te vagy azokat a legkisebb. Igen, vagy bolc. Mondjuk csak most így ez jut eszembe, mert közel volt a karácsonykor, mindig én osztogatom az ajándékokat, és akkor mindig hozzáfűzök hülyeségeket, és akkor így levezényelem azt is, és akkor jól szórakozunk. Mondjuk idén elrontottam, mert valakinek rossz ajándékot adtam közben, hittem, hogy az nem a tiéd, na de mindegy. Kicsit elromlottam én is. De. Amit Levente is mond itt az elején a videóban rólad, hogy van egy ilyen szemtelen bátorság. Mi van-e mögött? Nem, hát azt akartam úgy mellé tenni, hogy szerintem el szabad mondani, hogy együtt öltözünk, és az öltözőben azért sok oldalát látjuk az embernek, és hogy nagyon sokszor
találkozok azzal az oldaladdal, ami elbizonytalanodik, és ami visszajelzést kér, és hogy de biztos, és hogy jó, és hogy ez vajon hogy van ez a két dolog együtt? Nem, mert biztos kell a figyelem, ezért csinálom ezt, és nem hisztizek, szóval nem az van, hogy most én eljátszom, bizonytalan vagyok, csak még mondj valamit, hanem tényleg kétségbe vagyok akkor így esve, de ezen gondolkodtam, mert például az egyetem elején, mondjuk az első két évben, tehát így azt éreztem, hogy csinálom a dolgomat, mondjuk megdicsérnek, vagy tetszik az, amit csinálok, de hogy így nem az, hogy nem szálltam el ettől, meghallottam, és tovább mentem. Tehát, hogy így nem volt, hogy még ültem, ahogy a mondtatokon, hetekig, és leírtam, és nem tudom, hogy olvasgattam. Nem, tehát, hogy így nagyon jól esett nyilván, meg én ebből nyertem persze az önbizalmat, vagy az, hogy így még tovább csináljam ezt a dolgot. De ott azt hiszem, nem tudom, egy harmad éven elkezdtem kérdezni az embereket, de jó volt a jelenet? De biztos. De mostanában próbálok tudatosan figyelni erre, mert például egy előadás után, vagyis hogy arra jöttem rá, hogy igazából én is nagyon jól érzem ezt a dolgot. Tehát nagyon őszintén tudom, hogy az éppen hogy sikerült, vagy abban még többet kellett volna beletenni, vagy nem voltam a toppon, vagy stb. És ezért, hogyha érzem, hogy már nagyon szétrobbanok, akkor sunyi vagyok néha, mert nem egy az egybe kérdem, hanem úgy alakítom a beszélgetést, hogy valamit ő muszáj mondjon, vagy egy mondat, ami rólam szól, vagy arról, hogy amit csináltam. Bár azt is gondolom, hogy nem tudatosan, de én ebből merítem sokszor az energiát. Így azt látom rajtad, hogy mindent ilyen nagyon intenzíven élsz meg. Tehát, hogy amikor te örülsz, akkor tényleg körbeugrálod a szobát, amikor rosszul vagy, akkor azért nagyon mélyre le tudsz menni. És hogy ez neked mindig így volt, vagy hogy van ebben olyan, hogy ezeket hogy szinte ilyen tanulmány, hogy milyen abba az érzésbe így nagyon benne lenni. Ja, hogy ez tudatos-e. Nem hiszem ezt, de olyat szoktam csinálni, hogyha mondjuk veszekszem valakivel, és mondjuk nagyon dühös vagyok, elkezdem figyelni magam, hogy most milyen érdekes volt a hangom ebbe az idegességbe, és hogy így, hogy nem, amit nálad van ilyen, hogy így benne vagy tényleg mondjuk a legnagyobb tragédiában, de nem tudom, ez a színész agyunk, vagy hogy így szerintem nézed, nem kapcsol ki. Vagy nem kapcsol, hogy így nézed magad, és akkor így néha ilyen bűntudatom van a másikkal szemben, hogy én igazából magamat figyelem, hogy én nekem milyenek az állapotaim, vagy mondjuk a sírok, akkor lehet néha oda megyek, csak így belenézek a tükörbe, hogy milyen az arcom, vagy így mennyire lett összegyűrve. Mondjuk nem tudom, az minden. Mondd ki, vagy most nem, vagy lássuk például veled, nálad van-e ilyen, hogy jaj, de nem kéne, de mindegy, átmegy az agyamon, hogy így mondjuk, hát nem, Isten úr, ez nem közeli hozzátartozó, de hogyha meghalna, akkor én kíváncsi vagyok sokszor arra az érzésre, ami arra a tehetetlenségre, arra van nagy fájdalomra, ami akkor rátszás. Csak úgy néha belegondolok, hogy így nem az, hogy megtörténjen, ezért hebegek, habogok, mert nem ezt akarom, csak így de elképzelem. Néha elképzelem, hogy hú, azt a fájdalmat így kíváncsi vagyok rá, hogy az mit csinálna velem, vagy hogy reagálnék, vagy leakadnék. Mondtad többször, vagy én így hallottam többször, hogy színpadon neked könnyebb sírni, mint kacagni. Tudok. Nem az, hogy könnyebb, nem tudok. Sokszor, amikor látom, hogy a szövegben az van, az, hogy szereplő zárójelben nevet, vagy nevetve, akkor már előre félek, már az olvasó próbál, hogy jaj, Isten, mikor odaérünk ahhoz a pillanathoz, akkor mit fogok csinálni? Tudom, ez hülyeség. De mondjuk technika, nem? Tehát, hogy így meg lehet tanulni, vagy... Biztos. Rekeszik, amit tudom én. Köszi erre a nagyon sikeres szakmai értekezletünkre. Hát megkérdezem most akkor, hogyha nem színház, akkor mi? Ja, jó. Hogy van-e ilyen neked? Most azt érzem, hogy nincs. Mármint biztos csinálnék valamit, de a gyerekek amúgy. Tényleg azt érzem. Mondjuk lehet tényleg egy hét alatt lefárasztanának, de
olyan jó közöttük lenni és érezni a tisztaságukat, hogy az annyira feltölt, vagy egy kicsit hasonló talán így állapotban mondjuk a színészethez, hogy így egy olyan energiát ad pluszban neked, amit mondjuk így a civil életedben nem tapasztalsz meg, vagy érzed, hogy így valamit így kapsz így tőlük, vagy így valami feltölt, valamit kapsz. És így a gyerekek között tudnám elképzelni magam, vagy emberek között. Vagy hogy így, tehát hogy ne egyedül, vagy egy tárgya, vagy izé, hanem még legyenek körülöttem. Tehát az úgy, azt hiszem fontos lenne. Van neked egy ilyen nagyon gyermekközeli éned, de mintha lenne is egy pici ilyen tudatosság, hogy nehogy véletlenül az így eltűnjön, vagy van-e, vagy nem tudom, ezt jól érzem. Valamennyi szerintem van. Én nem nevezem magam felnőttnek. Tehát és néha kicsit szégyellem magam emiatt, hogy így azon gondolkodtam, hogy szerintem akkor lépnék a fele, vagy akkor lennék mondjuk felnőttebb, hogyha elkerülnék Szent Györgyről. De nem a színház miatt egyáltalán, hanem ugye én Szent Györgyi vagyok, én hazakerültem vissza, azt érzem a biztonságba, a fészekbe, tudod, és minden a seggem alatt van, hogyha úgy, vagy itt vannak az ember, tehát hogy lehet bármere gyűlni, kifognak. De tervbe volt, vagy tényleg akkor csak elmenni? Így alakult? Nem, hogy ide visszajössz Szent Györgyre. Hát azt éreztem, hogy az lenne a legjobb opció, vagy az lenne a legjobb út, hogyha ide jöhetnék. Arra vagyok kíváncsi, hogy van-e neked valamilyen nagy vágyod így az életbe, vagy bakancslistát tudod, ami nem azt mondod, hogy most jövőre vagy két év múlva, de hogy ezt valamikor, valahogy van-e ilyen, vagy vannak-e olyan dolgok? Hát most mondom azt, ami elsőre eszembe. Persze, légy. Hogy legyek egy jó anya. Wow. Csak így hallottam, hogy valamit reagálsz. De amúgy tényleg, tehát hogy annyira azt úgy várom, hogy megtapasztaljam azt a szeretetet, ami lesz majd, a kicsi fele, hogy az lesz így szerintem a csúcs, és ezt nagyon, nagyon várom. Csak amíg én gyerek vagyok, addig ugye ne vállaljak, hogy a gyerek. Még ráérsz. Még ráérsz, igen. Hát akkor én azt mondom, ez olyan szép végszó volt, hogy játszunk egy kicsit, mit szólsz egy torpedóhoz. Jaj, jó! Komédia vagy tragédia? Komédia. Brecht vagy Csehov? Csehov. Kimész előadásról, ha nem tetszik? Nem. Bocsárdi vagy Tompa? Bocsárdi. Pop vagy rock? Pop. Bungee jumping, leugranál? Nem. Mi a legnagyobb félelmed? Hogy nem szeretnek. Milyen szupererőt választanál? Repülés, de repülés. Félni vagy megijedni? Megijedni. Orgazmus vagy katarzis? Orgazmus. Hagytál-e partner cserben a színpadon? Nem. Mit változtatnál meg magadban? Most mondom azt, hogy semmit. Ez az. Yeah! Akkor mit próbálnál ki, amit még soha? Tessék. Mit próbálnál ki, amit még soha? Még nincs vége. Amit soha... Nóna, snowboard. Mikor nem hittél magadban utoljára? Tegnap. Legizgalmasabb pillanatod a színpadon? Amikor bemegyek, tehát a takarásból belépek, beteszem a lábam. Mi volt az első kérdés? Baszki. De még kicsit gondolkodhatok? Várj. Tupé. I don't know, nem tudom. Köszi szépen, Jank, hogy válaszoltál a kérdéseimre. Ennyi volt. Még tartson? Mm-hmm. Hát nem volt ennyi, mert hogyha jól tudom, akkor hátra van még egy lírai momentumod ma este. Lírai? Ennyit árulunk el egyelőre. Akkor megkérlek, hogy fáradjon. Hogy igen, csatlakozz a fiúkhoz. Köszi. Nagyon jól éreztem magam vele. Nagyon örülök én is. Te is? Igen. Nagyon, oké. Akkor oda. Hajrá!
Jenki és a Trashben Trip Trop. As I walk through the valley of the shadow of death, I take a look in my life and realize there's nothing left. 'Cause I've been laughing and laughing so long that even my mom thinks that my mind is gone. But I never crossed a man that didn't deserve it. Maybe treated like a punk, you know that's unheard of you. Better watch how you talking and where you walking, or you and your homies might be lying in chalk. I really hate the trip, but I gotta look as they croak, say myself in a pistol smoke fool. I'm the kind of G the little homies wanna be, like on my knees in the night, say praise in the street light. Keep spending most of lives living in the gangster's paradise. Keep spending most of lives living in the gangster's paradise. Keep spending most of lives living in the gangster's. Yeah. Uh-huh. Whoa, 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 whoa. Uh-huh, uh-huh. 1, 2, 3, I walk to the valley of the shadow of death. I take a look at my life and realize there's nothing left. 'Cause I've been laughing and laughing so long that even mama thinks that my mind is gone. But I never crossed a man that did deserve it. Me be treated like a punk, you know that's unheard of. You better watch how you talking and where you walking, or you and your homies might be lying in chalk. I really hate the trip, but I gotta low. As I croak, I see myself in the pistol smoke. Fool, I'm the kind of G the little homies wanna be, like on my knees in the night, say praise in the street light. Keep spending most of lives living in the gangster's paradise. Keep spending most of lives living in the gangster's paradise. Keep spending most of lives living in the gangster's paradise. Keep spending most of lives living in the gangster's paradise. Power and the money, money and the power. Manning after minute, hour after hour. Everybody's running, but half of them ain't looking. What's going on in the kitchen? But I don't know what's cooking. They say I got to learn, but nobody's here to teach me. If they can understand it, how can they reach me? I guess they can, I guess they won't, I guess they front. That's why I know my life. Tell me, why are we so blind to see at the ones we hurt? Are you and me? Tell me, why are we so blind to see at the ones we hurt? You and me. Hókusz pók nem ver át, megvívjuk a nagy csatát. A bátor ének messze száll, apraj a falva készen áll. Wow! Hókusz pók nem ver át, megvívjuk a nagy csatát. A bátor ének messze száll, apraj a falva készen szóljon hát. Ez a dal, aki törp mind győzni akar, hidd el hát, törp a bal. Ez a csata. Tell me, why are we so blind to see at the ones we hurt, you and me? Hókusz pók nem ver át, mi megvívjuk a nagy csatát. A bátor ének messze száll, apraj a falva készen áll. Yeah. Köszönöm, hogy
hogy velünk tartottatok ma este, ez volt a műsor című műsorunk. Én Vas Zsuzsanna vagyok, a mai vendégeim Szalma Hajnalka, Derzsi Dezső és Korodi Janka voltak, illetve a Tesztoszteron zenei alakulat. Kövessétek továbbra is a műsort, és gyertek színházba. Sziasztok!